több évtizede húzódik a Komlott-tótfalui bekötő út felújítása. A helyiek szerint a burkolat olyan kátyús volt, hogy kerékpárral csak kikerülni lehetett ezeket a kiemelten forgalmas szakaszon. Itt jelentős mezőgazdasági területeink vannak, onnan a megtermett terményeket, árukat el kell szállítani. A Szabos folyón itt sóderbányászat folyik több évtizede annak a termékét, tehát a sódert szállították rajta, ez viselte meg leginkább az útba ezt a 60 évvel ezelőtt felújított, utoljára felújított utat, és ennek következtében ment nagyon tönkre az állapota, úgyhogy remek, hogy így megvan. Most szerintem egy 100 évre ennek megvan oldva. A fejlesztésre a Magyar Közút ZRT vármegyei igazgatósága nyert támogatást. A terület és településfejlesztési operatív program maradványforrásából, egy 2 milliárdos maradványforrásból összesen a megye országos közúthálózatán 6 helyszínen végeztünk fejlesztés és felújítási munkákat. Ebből az egyik érintett a 4955-ös Komlott-tótfalui bekötő út. Ebből a forrásból mintegy 430 millió forintot fordítottunk a Komlott-tótfalui bekötő felújítására. Itt ez a 2,3 km hosszú szakaszon a kivitelező a burkolatmarását, a régi burkolatmarását követően mintegy 3,5 cm vastagságban terített kiegyenlítő réteget, és erre a kiegyenlítő rétegre került rá a 4 cm vastag kopóréteg. A magyar-román határhoz közeli kis településen egy 19. század elejé műemléképület is található. A Becski Kossuth kúriát a közelmúltban újították fel. Az útfejlesztés ezért nem csak a helyi közösség számára, hanem turisztikai szempontból is jelentős. Amikor ennek a környezetét megnéztük, akkor láttuk, hogy az út az nem éppen rózsás helyzetben van. Így találkozott a leendő turisztikai attrakció fejlesztés és a közösség igénye. Tehát a térséghez úgy csatlakozik, hogy nem csak ebben a 101 néhány lelkes településre kell eljönni és így jó úton utazni, hanem itt van egy csoda, egy örökségvédelmi hivatal által felújított csoda, ez a Becske-Kossuth kúria, és ennek a kúriának a megközelíthetőség, illetve Szatmárnak ennek a részének becsatlakoztatása a turisztikába, mert attól, hogy határ mellett vagyunk, attól, hogy kis település, attól még nem életképtelen, sőt, polgármester úr idézve be erőszakosságának és az említett logikának következtében valósulhat meg ezen a kis településen az a megyei fejlesztést is elősegítő top fejlesztés, ami közutat jelent, közúti fejlesztést jelent. A fejlesztéssel nem csak a burkolat újult meg, a szükséges szakaszokon az utat is kiszélesítették. A forrásból autóbuszperonokat és vízelvezetőket is kialakítottak, valamint az Erge-Garant csatorna híd felújítását is elvégezték.